Bye bye happiness. Hello loneliness. I think I'm gonna die. I think I'm gonna die. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life, goodbye. Bye bye my life, goodbye. Bye bye your life, goodbye. 2, 3, 4, 5, 6. Die.
Bye bye. My life. Oh yeah. Good bye.
Nagy Timi, aki a marketingünkért volt felelős. Kardenekkel Kati, aki a szponzorok megszervezése mellett még nagyon sok más dologban is segített. Kata és Pákozdi Nóra, aki az összes jelmezért volt felelős. Szabó Attila, aki a zenéket vágta. Aki a hangosításért és a világosításért volt felelős. Szertics Tamás, aki szintén világosítás és kamera. Szabó Erzsébet, kreatív igazgatónk. Bálint Bogi, aki mindenből külön kivette a részét. Most reméljük, hogy azok még megérkeznek, akik most hallották a nevüket, és nem. És mégsem hallották. Tehát mindenkedőt pedig szeretném megköszönni nektek, tisztelt táncosok, hogy ezen az estén gondolatban együtt táncoltatok velünk, érdeklődőek és türelmesek voltatok. Örülnénk, sokan közületek érdemesnek tartanátok az a mindenki darabkát, abból a szavakból, szavakkal kifejezhetetlen valamiből, amit mi csak táncos életérzésnek hívunk. Hát nektek is segít valóra váltani néhány álmatokat. Azokat az álmokat, amelyeknek mindjárt látni fogjátok, igen nagy az ereje, és néha nem is gondolnánk, hogy ennyi ember tudnak mozgatni. Utolsó táncunk 5 percében egyszerre foglaljuk össze az elmúlt 10 évet, és ezt a mostani 2 órát. Ám addig szeretnék átadni a szót annak az embernek, aki talán a legnagyobb álmodozóit ma közöttünk, és bizonyára soha nem gondolta volna, hogy az ő példája nyomán ilyen táncos lesz, hogy születik meg valamikor. Hölgyeim és uraim, tanárunk, Liptai Zoltán. Egyszerre.
majd átadok még egy-kettő, majd még egy-kettő, aztán egy fél osztály. És ez így ment egészen addig, amíg le nem tisztult a kép, és kialakult a táncsoport magja. Ehhez időnként csapottak mások is, majd elvitte őket az első tavaszi szellő, de a mag nem tágított. Annyira nem, hogy egy pár év után be kellett látnom, hogy lelkesedésen még talán bírnám is, de tudással már nem. Átadtam mindent, amit a táncról tudtam, és főleg azt, amit a táncról, a táncon keresztül éreztem. Úgy gondolom, hogy az utóbbi miatt állok most itt, és egyáltalán nem tanárni, sokkal inkább baráta minőségben. Közülük egy páran elmentek nagypesti klubokhoz tanulni, és új ismereteiket egy idő múlva saját koreográfiákon próbálták ki. Évek alatt annyira megszokták már, ha a péntek, akkor tánc érzését, hogy összeszerveződés keretében újra szervezték a táncsoportot. Elkezdtek ők maguk is tanítani, és szép apránként eljutottak idáig. Amit itt láttak, ez mind az ő munkájuk eredménye, én csak egy kis szigát adtam hozzá magamból, látják, ők maguk változtatták. De ha belegondolunk, igazából ez nem is lehetett volna másképp, hiszen a tanulás a táncban is aktív folyamat. Nem lehet senki sem megtanítani semmire, csupán ők képesek elvenni a tudást. Tudják, a kész a tanítvány, megjelenik a mester. Végül hadd válaszoljon a nagy álmodozó címre, akit magam részéről igazán megtisztelőnek érzek, már sokak számára ez a szó kicsit pejoratívnak is tűnhet. Én még olyan korban nőttem fel, és akkor néhány mondat elejéig hadd kapcsoljuk a mai nap véget egy tudományos tanulóhoz, amikor dúlt a darwinizmus. Akkor azt tanították az emberi válásról, hogy ez a munkának az eszközhasználatnak köszönhető. Az akkori szkepticizmusom már egészen más világképére. Ha már egyre többen vagyunk, akik az ember legfőbb erényeit nem a hogyanokban, hanem a miértekben látjuk. Az előbb ugyanis nincs az utóbbi nélkül. A hogyan miért nélkül értelmetlen. Az ember álmod célút nélkül üres, kiégett, megfáradt, és még sorolhatnánk a lehangolóban lehangolóbb jelzőket. Találóan jegyzi meg az ismeretlen bölcsesség. A legtöbb ember alig több, mint 20 évet él, már csak 70 fölött temetik. Bízom benne, hogy talán egy picit sikerül bemutatnunk az elmúlt két órában, hogy miért jó táncosnak lenni. És ha megvan a miért, a hogyan már mindig kialakul valahogy. Arra biztatom Önöket, hogy a következő, egyben utolsó táncnál ne csak a táncosok lábára, hanem egy kicsit a zene szövegére is figyeljenek, ami egyébként magyar fordításban szerepel a műsor üzemben is. Milyen minden szívben egy varázslatos szikra balázsni, mely lángolókat egy képzeletünk tüzét. Bízunk benne, hogy műsorunkban sikerült egy kis sziklába szolgálni, és lángolókat egy képzeletünk tüzét. Ha igen, tartsanak velük. A táncosok nevében is jó álmodozást, jó táncolást kívánok az első és szívek hátralő részében. Feel
nagyon lenne mikrofon közöttük, remélem így hallanak. Tehát igen, nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és végig küldték velünk ezt a két órát. Akkor most egy rövid teremáltatás után elkezdődik egy évtéktartó kis mulatság. Reméljük, hogy aki kellőképpen inspirálódott, már pedig úgy látom, hogy már maradnak, akik maradnak és táncigálnak velünk még egy néhány órát. Köszönjük szépen!